Az egyszerűsített adózási rendszer, a nagyon versenyképes vállalati adózási mérték, illetve a nagyon rugalmas munkatörvénykönyve nagyon sok vállalat számára tette még vonzóbbá Magyarországot az elmúlt pár évben. Az autóipar önmagában Magyarországon több mint 17%-ot nőtt tavaly a tavaly előtti évhez képest. És már csak nem 150 ezer ember dolgozik direkt az autóiparban, az autószektorban. Külön örülünk annak, hogy Japán is nagyon komoly befektetőnek számít Magyarországon, az Európai Unión kívüli befektetők közül a második a rangsorban. Ma már 150 japán vállalat működik Magyarországon, és több mint 25 ezer embernek adnak munkát. A HIPA, a Befektetési Ügynökség, az jelenleg hat további japán befektetési projekten dolgozik, és hogyha ezek mind létrejönnek, akkor akkor további 1200 munkahely fog létrejönni. Nagyon fontos feladat számunkra, hogy a, a három évvel ezelőtt elkezdett duális képzést az tovább erősítsük, hogy önök minél jobb szakember gárdával rendelkezhessenek. Mi bízunk abban, hogy az önök beruházása az hamarosan megvalósul, és önök megelégedétséggel fogják azt nyugtázni, hogy megint jól döntöttek.